Tájegységenként változó, milyen motívumai, énekei, lépései vannak a berukkolásnak, azaz a katonasághoz bevonulás népi szokásának. A Pötörke Népművészeti Egyesület vezetésével már harmadik esztendeje idézik fel így módon a hagyományokat Tatán. Megyei együttesek, valamint idén is a Szegé és Turai csoportok is segítettek. A Galga mentén nagyon erős a verbunk. A verbunk az hagyományosan a katonáskodáshoz kötődik, ezzel fogták gyakorlatilag a legényeket. Ez volt az előzmény, hogy felelevenítettük a tánc együttesekkel, hogy milyen figurákkal, milyen motivumokkal végezzük a verbunkot, hogyan járjuk a csárdást, a lassú csárdást, a friss csárdást és a marsot. Akik berukkolnak, tehát beválnak katonának, azok a kalapjukra kapnak szalagot, piros-fehér-zöld szalagot, és megtudtuk a Galga mentiektől, hogy akik nem válnak be, azok sárga vagy fehér szalagot kapnak, és a lányok elbúcsúznak tőlük, felszalagozzák a kalapot, és utána kerül sor a verbunkra, közös búcsútáncra és marsolásra, és aztán elkísérik őket az állomásra, ahol felszállnak a gőzösre és elmennek a háborúba. A Városi Folknapot kiegészítette a kézműves kavalkád, ahol nem csak bemutatták, de ki is lehetett próbálni, mivel, hogyan dolgoztak a mesterek. Tatai kis szányérokat csináltunk előre, amit lehetett a nap folyamán egész végig díszíteni, míg el nem fogytak. Nagyon sok szép tányér készült, mai nap folyamán is lehetett csuhézni, gyöngyöt fűzni, bőrözni, herikkel még most is lehet fát faragni, kis medálokat. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a maga kedvének való szórakozást. Az őszi berukkolás méltó párja a tavasszal szokásos bőti karikázónak, még akkor a hölgyek, most a legények tették élővé a népi hagyományokat.